Buongiorno, prego, prego. Na, sziasztok, nagy vagyok, és a mai adásban a velencei élményemről fogok egy kicsit mesélni. Elmentünk egy pár nappal barátokkal, vagy úgy barátokkal, hogy család, és egy másik családdal, nagyon kedves barátommal, családjával Velencébe, az olasz Velencébe, tehát nem a magyar Velencébe, és ezzel kapcsolatban hoztad néhány gondolatot. Ugye, amikor felszálltunk és megérkeztünk, akkor ugye be kell repülőtérről jutni, hát Velencébe, a mágikus Velencébe, és hát ilyenkor nagyon egyszerűen mindig egy repülőtéri transferrel viszonylag gyorsan be tudunk jutni, ugye ezek úgy vannak mindig kitalálva, hogy megérkezel, ott már van is egy busz, izé kivilágítva, izé gyere, olcsó, mit tudom én, 10 euró per fő volt, amíg behozott egy ilyen 45 perces buszúttal, a... 10 euró az fejenként értendő, gyerekeknek ingyenes volt 6 éves korig, tehát gyakorlatilag egy 40 euróból úgymond plusz, végül 50 eurót fizettünk, azt hiszem volt valami felár, vagy lehet, hogy 40, mindegy, bejutottunk ugye majdnem a Velence sarkáig, vagy hát így a, nem, nem, is tudom, hogy hova, de buszmegálló volt az Velence környéken, nyilván nem a Velencében, ott nincsen autós közlekedés, és uh, onnantól hajóval tudtunk, de az úgy nézett, ki, hogy leszálltunk, a sofőr már mutatta, hogy hát ott van a bot tiket, menjél oda, tudsz venni, és nyilván rohanni kellett, bár tök érdekes, hogy valóban rohanni kellett, vagy igazából azért kell rohanni, hogy ne gondolkozzál. Bevallom, mi a, a Repti azt mindig el adhok módon szoktuk megoldani, tehát ez a megérkezünk, aztán kitaláljuk, hogy hogyan tovább. Nyilván ugye három gyerek volt, kettő, három éves, meg egy öt éves, ugye azért nehéz, nehezebb a sztori, mert türelmetlenek, menni kell, mit tudom én, és hát ugye akkor hallgattunk a sofőrre, elmentünk a helyi ilyen, mini hajóra, egy ott is 10 euró per fő gyerekeknek ingyenes, vagy nem, nem volt ingyenes, bocsánat, a három gyerekre fizettem 10 eurót összesen, ugye ez is hogy jött ki, maga miből számoltak ki, szerintem hasonlít, hogy odavágott egy 10 euró, tehát 50 euróért beszálltunk egy ilyen kis hajóba, először azt hittem, hogy ilyen privát jetskivel skivel fogunk menni, de valójában nem ez történt, hanem beszállunk, ott a volt, de utána lemegyünk a alsó rész, ez egy kisebb hajó volt, és tömve volt, tehát én meg a Ati barátom, az konkrétan végigálltuk az utat, én olyan tengeri beteg lettem, ráadásul eset az első, ablakon nem lehetett kilátni, ablak nem volt kinyitva, hullámzott, verő, hát én minden bajom volt, mondom, hát hogy ilyen lesz itt a hajózás, én akkor megpusztulok, akkor úszni fogok, na mindegy, tehát így akkor meg is érkeztünk Velence fő kikötőjébe, Öhm, most hát ilyen hát, transfer megállójába, ahol leszálltunk nagy örömömre. Tehát alapvetően egyébként nem annyira olcsó a bejutás, fejenként kb. 20 euró, de, hát de, nem is annyira drága, tehát most nyilván ugye Budapestek mindig nyavajognak, hogy ha milyen drága a Ferihegyre a repülő, vagy a buszjegy, nem, nem drága, tehát akárhol voltam, Párizs, Stockholm, csak így az elmúlt hármegyed évet nézve, Velence, mint tudom Düsseldorf, ez mind, mind sokkal drágább volt a transfer, mint, mint Budapesten, de mindegy. Ezt mindig, mindig el kell mondanom, mert fáj belülről az igazság. Ugye utólag jöttünk rá, hogy egyébként sokkal kényelmesebb lehetett volna, hogyha egy picit használjuk a tömegközlekedést is a transferbusz után, csak hát ugye ez mindig utólag jön rá az ember, ugye a lakó ismerszik meg, és nagyjából két-három nap, mire felveszük a város ritmusát, pont mikor már jönnénk haza, és megértjük a közlekedésnek a csimbora szóját. Ügye, megérkeztünk, és hát gyerekek, Velence az, 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 az mint egy film Tehát nem tudom neked visszaadni, mint hogyha egy Hollywoodban lennél, és, és tudjátok, és lenne egy ilyen csoda, csodaszép filmet akarnánk felvenni, és mozog az egész. Olyan szinten, hogy pont azt néztem, nagy nyüzsgés, forgás, kavargás, árusok, gyönyörű épületek, az olaszok, á, ah, mamma mia, és akkor jön a vízibuszból a táblát még hozzá, ki nézem, mondom, gyerekek tényleg hosszerelik a díszleteket fel, geniális volt, és hát ugye első lépés, akkor mindig az, hogy becsekkolunk a szállodába. Szűk utcái vannak Velencének, ez szerintem nem újdonság számodra, hogy ugye a Laguna városa ugye víz-víz hátán, és itt a közlekedés az, de aztán most mondom, most mondom később, hát geniális, hogy ott nincs autós közlekedés, és baromi szűk, én épp, hogy elférek utcák vannak, mindenki fellök mindenkit, nyilván másik napra megértettük a, a... A közlekedési kultúrát, és már nem volt gond, és vízzel jönnek, vízzel viszik a szemetet. Ilyen, ha, minig, hát, ilyen kisebb hajó, de baromi hosszúak, ami fizikai csoda, hogy egyébként az ilyen nagyon szűk, kanyargós, lagunába az olyan hosszú gondola, de egy több méter hosszú gondola, a nagyon sok, tizenem, tizenem, nem tizen, méter hosszú hajók, amik ráadásul hogy a hármegyed lagunát elfoglalják széltébe, hogyan tud forogni? És néztük, hogy például a gondolások azok, tudod, mennek, ó, szó, le, mi jó, így néha úgy löki meg magát, hogy a ház, házra, vagy a farról löki meg magát, a kanyarba fütyent, hogy ennyit csinál, akkor, akkor hallja a másik, hogy jön, hihetetlen, centikkel mennek el egymás mellett, de senki nem dudálós képletesen egymásra, nem anyázik, mindenki jó szó le, mi jó, tege nagy csillbe van, tehát úgy, úgy lehet, hogy ez az egész a, a, színház része, hogy most uh, miért vitatkoznának, pont ezek gondolkoztunk egyébként a gondolások is, uh, felteszem az egyen nagy cégnek a, nem, nem utána, de a, az emberei, tehát felteszem, hogy nem úgy van, hogy te kitát gondolás lesz, és akkor dobod le a kenut aztán mész, hanem gondolom, ott van egy létszám, hogy hány gondolás lehet a Melencébe, és felteszem, hogy az önkormányzat vagy valami cég, kiszervezett cégnek a hatáskörrel, és így bérlik a helyet. Úgy gondolom én, mert azért nyilván, hogyha itt most mindenki gondolázna, akkor tömve lenne a folyó. Nyilván van egy-két motorcsónak, de gondolom a dugódiat itt is nagyon keményen bevezették, tehát nem arról van hogy hogy mindenki motorcsónakkal jár, messze nem. Velence az a sétálók városa egyébként, és nincsen biciklista. Én annyira boldog voltam, hogy nincsen biciklista, Jézusom! nagyon jó volt. Na mindegy, és akkor azt észreveszünk, hogy mindenhol bolt van, tehát mindenhol, is. az kell, hogy Velenceliket a világörökség része, hogy men, és az egész város az nem szól más, mint a turizmusról. Tehát ezt az egész várost, ezt a turizmus élteti, és az emberek valamilyen szintű kiszolgálása. Már nem mondom, hogy mindig kedvesek voltak. Voltak olyan helyek, ahol úgy éreztük, hogy ilyen tömegtermés, tök mindegy, hogy bunkó vagy nem, Figyelj, úgy is jön három ezer másik turista Levon Kakiva, máshol meg nagyon aranyosak voltak. Egyébként meglepő sok a pakisztáni vagy hasonló területre érkező árus. Tehát minden tökéletes, hogy van, ahol ilyen náció van városban, tudod, van ilyen náció ott, amott, akik ezt a kereskedés, utcai árusítás fel a funkciót látják el, itt a pakisztániak, ami er, er, nem, nem értem, hogy felosztották bizonyos népek egymás mögött a világot, hogy itt most csak pakisztáni lehet, itt most csak nem tudom ki lehet, meg ott nem tudom ki lehet, de alapvetően semmi gond nincsen, sőt az egyik uh, boltban annyira aranyos volt, vagy hát be volt szerintem nagyon eresztve, a az eladó, és ha meglátta a kislányomat, aki ilyen tóny, nagy bambi szemekkel néz, és kezdetek az egyiken ajándékot, amit vettünk, az ingyen odaadta neki, tehát nagyon rendes volt egyébként. De nyilván a ti barátom mondta, hogy hát ez bele van kalkulálva az árba, ugye, pont azért, hogy később is menjen vissza, és valóban az éreztem készletét, hogy visszamenjek még ott költeni pénzt. Üm. Ugye gyakorlatilag Velencét Velence úgy kell elképzelned, hogy mindent elérsz gyalog. Alapvetően tényleg, tehát ha szeret sokat sétálni, egyként kell is sokat sétálni, akkor simán, de azért nem árt bérletet venni, mi erre a második nap jöttünk rá, mert azért mégis, akárhogy nézem azért, tehát, tehát oké, hogy méterbe, kilométerbe nem olyan brutál nagy velence, de tudod, mész, felmész a lépcsőn, lemész a lépcsőn, felmész a lépcsőn, lemész a lépcsőn, tehát ilyen szintkülönbségek vannak, meg hát mondjuk három kisgyerekkel császkán, az az kemény, és elfáradnak, ezért másik nap már vettünk bérletet, két napra egy ilyen minden járatra érvényes bérlet az 35 euró volt fejenként gyerekeknek ingyenes. Ez alapvetően nem annyira gáz. Mi neten vettük, mert hát nem, nyilván mi nem minden megállóban lehet venni így jegyet, és mi pont van helyen voltunk akkor nem lehetett. Akkor neten gyorsan megvettem. Ugye kaptunk egy QR kódot, de kérdétek el, hogy én azt hittem, hogy azzal majd felmutatom, az jó lesz. Hát kiderült másnap, hogy nem, nem jó, mert másnap meg a egyik fő leszálló, vagy egy fő transferállomáson, a helyi metróvégállomáson, akartunk felszállni, és ott a QR olvasó nem olvasta a a telóról a QR kódot, de mentem a helyi recep recepció információra, és akkor nagyjából ki megbeszéltük, hogy az a gond, hogy ezzel a QR kód, ez nem arra való, hogy leolvassa, hanem ez a, egy speciális géphez kell menni, ami ő mögöttük van egyébként. Ott kell beírni, a, bemutatni a kódot a gépnek, és akkor a kártyát fogadni, és a kártyát kell majd lehúzigálni. Ez elvileg rá is volt írva egyre, csak bevallom, nem, nem, olvastuk el, mert annyira egyértelműnek tűnt, hogy kapunk ugye egy tikitet, online jött QR kóddal, miért kell még egy extra tikit, nem is értettem, most se értem teljesen. De, de mindegy, és antok ez egyszerű volt. Tehát két napra, ugye mi úgy mentünk, hogy három éjszaka négy nap, tehát pénteken hajnalba mentünk, erről majd fogok még mondani valamit, péntek hajnalba, ugye szombat, vasárnap, és akkor vasárnap délbe indult a gépünk. Így, így az eléggé jól, jól be, bejártuk a tolnád Baranya. A szállásunk a központban volt, apartman, négy felnőtt, három gyerek, egy nagy nappali konyha, két WC, két hálószobás sztori, hát erre egy ilyen kb. 560 ezer forintot fizettünk, és ez nagyon jó árnak számít. Tehát itt, amikor nézzük a helyeket, volt 10 millió forintos áru szállás is, három éjszakára igen, 10 millió forint, én nem tudom, hogy ki bérel 10 millió forint, de három éjszakára a velencébe szállás, de hát Gondolom, van, aki igen, aki flexelni akar, de. De, de, ez még tegol számított, mert, mert ennek azért volt a bőven masszívan, tehát az átlag az 6-7-800 forint körül lett volna, nem olcsó egyáltalán, nyilván volt ennél olcsóbb, de azért nem felelt meg az igény szintünknek, mert vagy nem nézett ki jól, vagy nagyon messze volt, most így idézőjelben, tehát valami, valami, volt, nyilván mindenkinek saját koncepciója van, tehát ezt azért ki lehet olcsóban is hozni, kérdezzétek el, pár nappal indulás előtt még megnéztük a bookingon, és mi onnig ott foglalunk, és volt 320 ezerre leértékelve, csak mire mi megbeszéltük, hogy az is jó lehet, az egy elfogyott. Ez ilyen last minute es story volt. De, de nagyjából ezzel kell számolni. Repülőjegy egyébként a ilyen, fú, nem is tudom, nekünk volt 180 ezer, tehát nekem a, a, feleségemnek, meg a két gyereknek, a, de mi vittünk kettő prior jegyet, ugye két ilyen gurulós kis kavin is kellett a gyerekek miatt, ugye azzal a felára, az összesen volt kb. 180, a atéknak egy prior jegyel, egy fen, vagy két felnőtt egy gyerek volt, hát ilyen 130 körül fizetett valami ilyesmi, tehát az egyen 310 körül lehetett a kettő családnak összesen a repülőjegy, meg ennyi vagy akkor transzfereket beleszámolod, tehát az egy ketyeget itt a pénzbomba nagyon keményen. Ugye mi mindig hajnalban indulunk, ezt már mondtam. Azért, hogy nyerjünk egy teljes napot. Ugye amikor ennyire rövid az időkeret, azt tapasztalatból mondom, hogy nagyon nagy baromság lenne délben indulnotok, mert megérkeztek, akkor is hullafáradtak vagytok, és akkor így mire becsekkoltak a szállása, már van 2-3 óra, érted? Meg gondolod, de megérkezett délbe. Még be kell verekedned magad a repülőtéről a szállása, az mondjuk alsó hangon egy másfél órával számol, hogy fixen mindig, az már dél, az már fél kettő. Jó, akkor ebédelni kéne, akkor eszel valamit, az már akkor három-négy óránál vagy el kell menni a szállás, akkor nyilván egy picit úgy megnyugszol. Van öt óra, és akkor így kb. arra van idő első nap, hogy mi lesz, mi helyet. Azt csináltuk, hogy, 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 hogy megérkeztünk. Hajnalban indultunk. Megérkeztünk nyolcra. Nagyjából ilyen kilenc-fél tíz körülben voltunk a városba, nézelődtünk. Uh, igen, mert 10 beszéltem meg a szállásadóval, hogy akkor mi érkezünk. 10, fél 11 között, mert egy kicsit eltévedtünk, ott megérkeztünk, most így de lehet, hogy 11-re érkeztünk, meg valami 10 vagy 11 között volt valami. Nem 11, 11 volt, nem akarok hősöket beszélni, megérkeztünk. Ö, ott ö, csajok lementek, hoztak nekünk ebédet, valami 80 euróért komolt mindenki tésztát, tehát az Velence nem olcsó, tehát veszem, nem olcsó délutári programunk megvolt, meg volt, mert elmentünk bazilikába, boltba, nézelőtünk, egy kis kávézás, egy kis... Tehát az első napot én mindig annak szoktam szenten alapvetően, hogy egy kicsit úgy a magadba szívod a várost, tudod, hogy megnyugszol. Nagyon fontos, hogy megnyugodj, mert, mert hogyha nagyon túl akkor se tudod, milyen rendezvényen vagy. Gyerekek meg persze hullafáradtak, azt hozzáteszem, de úgy nézelőtünk elmentünk ide-oda. Uh, meg hát Attival elmentünk uh, kette, mikor elmentünk mi is külön boldba, két fiú, kanolit enni, helyi kávézóba, Be, nagyon szép kanolik vannak, bementünk, tudod, ilyen kávézó és megkérdeztük, mennyibe kerül, mondják, 5 euró per darab. Mondom, jó, jó. Figyelj, kérdezik, itt tesszük, vagy elvisszük? mondom, üljünk le, akkor már, tudod, fika time van, ahogyan Stockholmban és Védektől megtudtuk, hogy a délutáni kis kávézást fika time-nak hívják, nem hazudok, tényleg fika time. Uh, tehát gyakorlatilag le leültünk fikázni egyet, uh, Oké, okay, egy cappuccino mind a ketten, meg a cannoli, és akkor jön ki a számla, és uh, fú, mennyit fizettem, ami 38 eurót fizettem, és így nézek lefel, lefel, lefel. Szóval nem szóltam semmit, megnéztem a blokkot, és mondom, hogy hogy, hogy lehet ebből 38, melyik naprendszerbe? Hát kiderült, hogy a cannoli, amit nekünk 5 eurót mondtak bent, mert ugye mi először bementünk, és megkérdeztük mennyi, hát az 10 euró lett. Mire ott helybe kifogyasztottuk per darab, tehát ettem egy ekkora kanólit 4000 forintért. Nem íz lett. Tehát ez, ez fixen mondom neked, hogy nem volt jó. Még 5 eurónál is azt mondtam, hogy mmm, nem rossz, nem rossz, de mondjuk ezért 5 euróért nem jönnék vissza. De nem érzem azt a készletést. Mikor megtudtam, hogy ez 10 euró lett, mert hogy kettő darab, nagyon mindig <tosz> még rátettek, meg tányéra tették, még nem volt teljesen. Kávé az egész jó volt egyébként. És nagyjából, hogy vége volt a napnak, hogy elcsordogáltunk. Második nap, irány reggelre volt, szép művészeti múzeumban jegyünk. Ugye itt érdemes egyébként mindent előre megvenni jegyeket, vagy legalábbis így nagyjából megtervezni, mit fogtok csinálni, mert alapvetően rövid az időkeret, és ugye nagyon sok időt tudsz nyerni azzal, hogy nem beállsz a sorba, hanem, ö, hanem előre van egy jegyed, netem, megveszed. É, mi Általában egyébként a a adott szolgáltatónak a direkt honlapján szoktuk venni, ott általában mindig a legjobb áron van. Mindenhol máshol ilyen közvetítünk keresztül, mindig valamiért drágább, extra díj, mit tudom én. Megveszünk ott, és akik hótlazák az olaszok, tehát azt szinten kezdett, hogy ki volt nekünk nyomtatva a jegy, megjöttünk, és akkor, ó, oh, Izé, hát vagytok. Ah, hello, hello, van jegy, van jegy, menjetek, meg se nézte, rá se nézte. Jó, nyilván látja, amit valamit lóbálunk, de semmi, menje. Ugye nem úgy, mint azért biztos Magyarországon, ahol testüreg motozás is van egy szép művészeti múzeum előtt, itt azért menjetek, élvezétek. Körbejárkáltuk, ugye a gyerekekbe vertük a kultúrát erőszakkal, tehát az ugye egy nagyon menő dolog volt, elmentünk ebédelni, meg hát császkáltunk. Császkáltunk a városba, tehát Velence, a fiatja semmit nem csinálsz, csak sétálsz is egy életre szól érmény. Tehát gyerekek, annyira gyönyörű ez a város, ez nem győzöm elég szépen mondani. Szent Márk teret kötelező megnézni, ugye az a nagy közösségi tér, Na, de erről mindjárt lesz szó, hogy ez mennyire közösségi Ugye ezen a napon jöttünk rá, hogy kell tömegközlekedés egyet venni, megvettem neten, gyerekek elfáradtak, onnantól tudtunk hajókázni is. Gondolázni kezdetek nem gondoláztunk egyébként, mert így lehet, hogy mi értettük félre, de vagy úgy jött ki, hogy fél óra valami 30-40-50 euró per fő. Ö, most én még élek a perrel, hogy lehet, hogy az egész gondol ennyi, és nem egy per fő, de úgy annyira nem forszíroztuk, de ugye az erős lenne, hogy mondjuk négy felnőttnek az 60-120 Európa fél óra, és egy gyereknek is elkéri, tehát ugye abban nem mentünk nagyon bele, de úgy nem volt ilyen hiányérzetünk, bár biztos tök feelinges, és ha legközebb megyünk, biztos, hogy kipróbáljuk a gondolat, legyetek nálunk okosabbak, kérdezzétek meg, mi nem kérdeztük. Uh, a Szent Márk téren egyébként, ugye itt volt ez a második nap, amikor szétvált a brigád, mert a, a kisfiam nagyon hisztis volt, nagyon elfáradt, délutánra a feleségem meg hazavitte. Mi meg akkor maradtunk a Kirussal, meg akkor a másik család, és például leültünk a Szent Márk téren, vannak fagyizók, és ilyen helyi helyi, ö, ugye, tehát te ez a kiülős, tudod, má, itt egy téren kiülsz, és nagyon menő, izé, élő zene, pincérek, nagyon csinibe vágva, tudod, nagyon exkluzív és sorba egymás mellett, és hát beültünk, hogy együnk egy fagyit, meg egy kávét, ugye, fikatáim van megint. Hát, figyeltek, nyeltünk egyet, tehát amikor kihozza az étlapot, és akkor az, hogy én egy kávét, egy kapucsinot így akott a Szentmár leülve, meg egy, -egy kettő gombóc fagyit, az kerül, fú, mennyibe? 38-40 euróba, tehát ez így, az, hogyha mondjuk ott lett volna a szív meg a két gyerek, az nekünk az, hogy a két, mindenki eszik két gombóc fagyit a négy, négy, főből, meg a két felnőtt két, két kapucsinó, az került volna 40 ezer forintba, és ennyivel a másik családnak ugyanezt. Tehát simán 80 ezer fontot is ott hagyhattunk volna, és semmi nem csak sok fagy, Egy fagyi kejhet eszünk, meg egy kávét iszunk. Az volt az a pont, szényen szemre bevallom, amikor felálltunk, és elköszöntük és elmentünk a naplementébe, mert mondtuk azt, hogy az ez már túlzás. Tehát az ez már költői túlzás, és, és az az ijesztő, hogy amúgy tömve van a hely, tehát rengeteg ember megvesz, és nyilván az élményt fizeted meg a placot, hogy leülsz, de, de alapvetően mi nem éreztük azt, hogy kell, és, és ez szintén nem, 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 azért, mert anyagilag nem tehetnénk meg, hanem, hanem ez már az a pont volt, ami nálunk személy szerint kitötte biztosan a biztosítékot. Tehát, hogy ez a szürreális érték. Nem is értem. Azért. Mai napig nem értem azt az árszabást, de, de ott kezdjétek el felálltunk. Ezt csak azért mondom, hogy azért hogy, hogy ne szégyelt, Hogyha úgy érzed, hogy ez nagyon sok, ha ez nem fér bele, nem akarod, hogy beleférjen, álljál fel, menjél el. Nem, nem kell csak azért, hogy ha leült a milyen ciki, soha nem fogod látni azt az arcot. Meg egyébként meg ők is fel vannak erre hogy azért lesznek itt le feláldozhatóak, akik felának elmennek. Ugye aznap mi megnéztük a Dózse Palotát, nagyon gyönyörű, fantasztikus volt az is egyébként. És hát nagyjából itt is eltelt a, ugye nap érdemi része, hazamenni, ugye ott, otthon vacsit csináltunk, tehát úgy szoktuk, hogy a reggelit azt mi mindig úgy csináljuk, hogy első nap boltba bevásárolunk, nyilván után még után töltünk, de reggelizni, otthon reggelizünk, mindig próbálunk ilyen helyi, helyi kajákat venni, itt tudom, és Védországban lazacot ettünk, meg mit tudom, aztán Estére is ugye vacsira a csajok csinálnak, valamit éppen nem eszünk valahol. Ú, nyilván ebédelni meg mindig étterembe. Ú, nagyjából így szoktuk megoldani. Fagyi. Hát ettünk napköze fagyit, azért több alkalommal az látszik. Gyerekek, hát ez olyan fenomenális. Tehát Velencébe fagyizni... És most mondom a, a kontrasztot. Elmentünk most, tatán voltunk a, a Öregtónál. Öregtó úgy hívják? Öregtó szerintem... A, Mindegy, ott az építők játszó terén, van nagyon jó hely egyébként. Sétálunk, és akkor egyik ilyen fagyizóba vegyünk fagyit. Hát figyelj, 400 forint egy gombóc kiadja, és konkrétan kettőt nyaltam, és elment egy gombot. Most ehhez képest Nit, Velencében Norbi eszi a két gombócot, kb. mit tudom én, tehát mit tudom ott, valami 600 forint volt per gombóc, vagy mi ilyesmi lehetett. Érdekes mondom, ha kettő gombócot tesz, az olcsóbb, mint az egy gombóc arányaiba. És a gorbika az 20 percen a fagyit olyan masszív volt, akkora dagot. Itt a magyar az fogta, figyelj, leszedett egy izé, de még azt is úgy tudod, hogy izé reszelte, hogy még annak is a fele az menjen vissza. Hol nem nem belenyúl, prrr, rádobja, izé, ó, ó, nyomjunk még, esik le a fagyi minden fele elképesztő, és te, teljesen más élmény, és mondom, ezt képest ez a tatai élmény, az írtó szarod, és megint az eszembe, hogy mi magyarok, nem akarok magyarozni, de hogy állandóan reszéljük a fingot, és állandóan a profit maximalizálás, és nehogy már azt a fagyit, azt kiadjam neked normálisan, jó szarvizezet fagyit adjak, de azt a lehetőleg drágában, és, és olyan kicsit, nehogy azt a három grammot még belemenjen nagyon más kultúra, és ez most egy nagyon, nagyon éles kontraszt volt. Hát visszasírom a velencei fagyikat amúgy. Este elmentünk, ugye úgy volt, hogy a szétoszlik a brigád, tehát a gyerekekre mindig az egyik pár vigyáz, és a másik megyek két órára. Mi is elmentünk a Sóhajók hídját megnézni, este, nagyon szép. Ami nálunk kimaradt, mert végül csak egy együtt nem mentünk el, hogy ott a Sóhajók hígyján ott végig vannak parti éttermek, érdemes oda leülni. Mi végül nem tudtunk, mert rohantunk vissza, tehát mi nem ott kajáltunk, hanem én például egy ilyen pizza, vagy pizza tésztázóban ilyen, tudod, ez a, a bodamész megrendelet felveszett, kézbe kiadják elsétás szímű pizza gyors kajádába, Uh, tint, fekete, tészt, fekete szószós tészt, hát az a tintahallal, tintahallas tészt, hát iszonyat Jézusom, de jó voltam amúgy, de na minden visszatér, a hogy ilyen el, érdemes ott étterembe ott leülni rátervezni, Mi ezt nem tudtuk, mire tudtuk, addig már később mindenki bekajált, meg már gyerekek aludt, alszanak minden. Nagyon szép az esti nyüzzi, a, a kivilágítás, tudjátok, hogy olyan ilyen félhomályban vannak az utcák, annyira egy ilyen gyönyörű filmdíszlet az egész, Fantaszt tényleg fantasztikus az, eg az egész sztori, bár hozzáteszem, hogy hogy ö, azért vigyázni kell, ki vannak hogy vigyázz a zsebtolvajokra, mondta a szállásadónk is, hogy arra vigyázzatok, ne vigyetek magatokkal, és az jó tanács. ne vigyetek magatokkal személyes okmányokat, aztán meg a konzulátoson kötök ki, hogyha lopják tőletek, hanem legyen nálatok telefonba lefényképezve, Én nem voltak nagyon rendőrök, tehát senki nem kérte, de ha kéri, be tudod mutatni, de okmányaitok, értékeitek maradjanak otthon, Na, hát én este, ilyen 11-12 fele, ő azt tudni hogy 11-12 környékére a Velence kiürült, tehát konkrétan kiürült, nem, tudom, hogy sok ci ciripelést hallasz konkrétan az utcán, elképesztő, ugye megint ez a filmes világ, hogy nappal olyan nyüzsi van, és egy, van egy pont, ilyen, szerintem ilyen 9-10 környékkel, vagy inkább 10, legeső a mi környékünkön, Schnitt, és kiürült az egész. Bár szerintem a, a, a Sóhajók így meg a központi rész ott azért ott volt nyűzsi, csak itt a kis mellékutcákról beszélek. Nagyon nagy csend van, béke, hogyan a, a tengervíz a lagunában hullámzik, nagyon jó kihajolok este 10 körül az, az erkélyen, mert mindenki alszik, és egyszer csak egy nagy puffanást hallok, így balra nézek egyik szűk utcába, látom Premier plemba hogyan egy tolvaj, kézzétek el, hogy ellökött ki egy pasit meg egy csajt, előre a a anyukának, idős nőnek a, az is ellökte, és a táskát meg lerántotta. A hatalmas puffanás volt, és ott ugye ment a kakaskodás, a pasi elkapja a tolvaj, de hát nyilván ezek erre van kiképezve. Lekapta, elfutott. Iszonyat volt egyébként, és utána, tudjátok, ott volt a nő még, vagy egy jó tíz percig ült, nagyon ki volt, és lehet, nagyon fájt neki mindene. Szóval ez mondjuk, ez, árnyékot vetett egyébként szintem a kirándulásunkra, mert nyilván, amikor az ember, hogy basszus megéri, akkor este sétál, még annyira gyönyörű lenne, kár, hogy nem tudják Velencét a helyi hatóságok jobban biztosítani, akár áruhás rendőrökkel, vagy nem tudom, hogy kitisztítani a zsebtól vagyoktól a várost, de tanulság ne, 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 tehát ne, 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 ne villansd a mobilod a zsebedbe, mondták, hogy úgy elkilopják, hogy észre se veszed, táskát a, a hölgyek ne vigyenek, nem kell, maximum ha visz, akkor rakja be magára, és elő legyen, azt nehezebben viszi el, um, ennyi, de képzeltek el, például ilyet is láttam, ilyen sztorit is. A másnap elmentünk hajóval, a, uh, van egy ilyen híres strand ott a környéken, egyébként be volt zárva, de tengerpart, homokos tengerpartra le tudtunk menni, kagylógyűjtés, kicsit a hullámzó tengert megnéztük. Utána nekem, meg Attinak volt egy nagy vágya, hogy menjünk el a Povelja szigetére. Mi azt mondtuk a csajoknak, hogy hát ez egy ilyen nagy turista látványosság, semmi, semmi extra, menjünk el. Hát az a, egyébként Povelja sziget, tehát az a, hú, melyik, hú nem, nem tudom, melyik szigeten voltunk, és azzal szembe, egy, egy pár száz méter van Povelja sziget, ez egy mini sziget. Megérkeztünk, ahova a GPS kidobott, hát és ott derült ki, jó, nem néztük előre, vagy én nem akartam elhinni, hogy nem lehet látogatni a szigetét, és akkor felolvastam a csajoknak, hogy hát ez mi, mert nem értették. Tulajdonképpen Povája szigetén a több mint 200 ezer ember halt meg Pestisben, többször elmegyógyintézett, őrült doktorokkal, le van zárva a teljes sziget, ugye ott még mindig csontok vannak, meg minden, gyakorlatilag a rendőrök köröznek a sziget körül, de általag világ egyik legfélelmetesebb helye, és este még a rendőrök sem mernek ott maradni, mert azt mondják, vagy azt írta a leírás, hogy hogy mehogy sikolyokat hallanak éjszaka a szigetről. Hát itt akartam elvenni. gyerekekkel. Mikor ezt megtudták, hát jó, az, az nem YouTube, nem itt a YouTube-ra, elmondom, mit kaptam. Kább hülye vagy, Dorby, megőrültél? Szóval az kimaradt, meg sem próbáljátok, mert nem lehet, mert mondjuk, ha nincsenek gyerekek, szinte béreltünk volna egy gumicsónakot, aztán valahogyan becsempészük oda magunkat, mert hatalmas élmény lehet, de, 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 na minden, de, ez csak így a fán része kötelező látnivalók, hát ugye Velencében maga Velence a kötelező látnivaló, Szent Márk tér, ugye az a nagyen fő plac, ott vannak éttermek, ott van Székesegyház, a Székes Harangtorony, a Dózse Palota, a Szent Márk óra torony, tehát gyakorlatilag ott aztán nagyon sok minden van, nagyon látványos, nagyon szép. Mindig legyen átok egyébként euró apró, én jártam úgy, nagyon kellett pisilnem, soha nincsen nálam kávé, telefon, épp és rohanok a közvécébe, most nem akartam 3000 forinté kapucsinót inni, csak azért, mert pisilnem kell. Hát elrontam a vécére, amely így a Szent Márktér legeldugottabb sarkal, tényleg majd bepisítem, felrohanok, és gyakorlatilag mutatják, csak KP-val enged be a, a, gép, és ott van a váltó, de nem működik, telefon nem fogadnak egy pépesz, nem. És onnan neki, majd bepipilek, engedjem el be, nem, nem, az mondjuk az elég szemétség volt, azt mondta, be kell mennem egy étterembe pisilni, de tehát legyen nálad egy kis apró, az biztos. Összességében Velencéről az az élményem, hogy nagyon drága, tehát ezt mindig elmondom. Voltam Stockholmban, azt mondtam, hogy Jézusom, hát milyen drága. Elmentünk Párizsba, úristen, milyen drága, és Stokholmhoz képest is, és most Velence, hát Párizshoz képest is sokkal drága. Iszatos árak vannak, tehát elájulsz olyan árak, nagyon, de, de megéri. Én azt gondolom, hogy mindenkinek egyszer látnia kell. Egy iszatromantikus, gyönyörű, élményteli, pesgő város az egész, csak birt pénztárcával. Az utolsó nap délvel indultunk haza, reggel már ilyenkor ott, már készülünk a repülőre, megnézzük, hogy hogyan. Ugye akkor mindig ráhagyással megyünk, inkább a repülőtéren várjunk, mert még nincs olyan helyismeretünk. Ugye a transferekkel, tömegközlekedés egyébként egész jól és olcsóban visszajutottunk, tehát egy 10 eurót ott meg spórolni, mert pont a bérletünk még jó volt. Tehát ott akkor 10 euróból jutottunk nap ki a repülőtérre. És hát nincsen szarvasutazás botrány nélkül, mert történt ugyanis, hogy a, gyerek, a két, két kisgyerekemnek gyerekemnek hátizsákot, kaptak tök menő hátizsákot, ott, ott, hogy ők is átéljék a repülőzés feelingjét, hátizsákos feelinget, és hát ugye oda mennek a, na most búrsúlyként fogtok az Apple tabletek, ugye a gyerekeinek kettőnek van, hozzáteszem a régi tabletet, tehát az én régebbi tableteimet kapták meg. Benne van mesenézés, gyanáltó, fülhallgató, meg egy plüsmacit, repülőre. Hát ez tök jól ment. Megkajálunk, utána ott hatalmas sor van a, a check in -be. leültek a gyerekek, játszottak, utána megyünk a Prájorba, ugye a misorunkba, felszállunk a repülőtéren, vagy a repülőgépre, egyszer csak a párom megszól, amikor ültet a gyerekeket, hol van a kirústak a táskája a táskája benne az iPad mini bevel, ami azért most is 200 forint forintba kerül, ha újra akarod megvenni, mert persze nem az a táska tűnik el, amiben a ezer éves iPad van, ami a gomb sem működik, és virtuális gombot kell használni, és 10 forintot nem ér már az a tablet, nem, a, és 16 gigás nulla, nem, a 128 gigás iPad mini, ami még most is ugye százas jelentőt csettinteni, újonnan 200 vagy még több, ez, hogy azt tűnik kell. Hát, édes Istenem, na, sírás, sírás szévi uh, Szívi rohanta a stewardessekhez szólni, hogy hát itt eltűnt, és tudjuk, hogy GPS lokáció alapján két helyen lehet, vagy a váróba, vagy a lépcsőn a, a check-in után, amikor vártunk, hogy felszállhassunk. Tudni, hogy a repül az kb. pont a, a a, váró mellett előtt volt, tehát kb. három perc gyalog fel visszamenni és megnézni, és kérdétek -e, nem engedték, nem engedték leszállni. Sírás, hívás, nyilván nagy anyagi kár azért. Uh, meg hát a gyereknek a kedvenc, Macia, mit tudom én. É, és, és aztán hívtak egy helyi dolgozót, át a repülő, konkrétan 10 percet miattunk. Helyi dolgozót nézze meg, ő elment, vagy telefonon kell beszélt, nem, nincs ott ahol mondjuk. Oké, okay. na itt kellett dönteni, én mondtam, hogy üljön le a picsába, nagyon húdemérges voltam, mert egy dologra kellett figyelni, a gyerekre, meg a táskára, én meg a, a másik gyerekre figyeltem, meg a bőrönre, é, és hát már megint nem sikerült, mert mi mindig elhagyunk valamit. És nagyon pipa voltam, mondom, no, üljél le, kész, nagyon. A meg bepánikolt, vagy nem tudom, és akkor ő hogy leszáll. Mondták, hogy akkor nem szállhat vissza. Jó, mindegy, hazajön valahogy. Leszállt, de akkor a kirus elkezdett hisztézni, hogy de anyát akarja, erre a szívi felkapta a kirust, és leszálltak a repülőről. Ilyen gott voltunk a fiúval, meg a másik családban, És nézzük most, what the fuck. A repülő bezár, mi repülünk. Utána, ugye itt nyilván egy, hát másfél óra csend volt, mert ugye nem tudtam hogy régen beszélni a szívvel, megérkezünk, repülöm már, izé, vagy repülsz, kiszálltunk, már hívom, írom, mondja, hogy hát ők még ott van a repülőtéren, már, már nagyon kedves mindenki, és egy csomó ember, tehát csomó szó az volt, hogy általában már több ember, helyi dolgozó, bement, megnézni, hogy ott van a táska, de nem találja senki, szívét meg nem engedik be, képzétek el, hogy ki csekkoltatták, és nem engedték be, mert, hogy ki van csekkolva, és hogy nem tudom. És nem értettem alapból ezt a szituációt, 10 percet repülő. Hogy ott egy helyi dolgozom, miért nem kísértele a dolgozó vagy a biztonsági őr együtt felmennek, ugye ez nagyértékű értékű lopásnak számít, ha ellopták amúgy, azt hozzáteszem, felmennek, megnézi vissza, hamarabb végeznek, mint hogy 10 percet át a repülő, de nem. És miután leszállnak, nem az, hogy bekísérik, nem. Kicsekkoltatják, utána nem engedik vissza, utána meg azt mondják, hogy a helyi dolgozók nem találják. Senki nem talál semmit, azt javasolták, hívják a rendőrséget. Ugye nagy érték. Na, egy ilyen, Hát mikor ugye meg, hát ugye két órát ott szivatták, uh, kihívta a rendőrséget. Jött a rendőr, és mondta a Szilvi, uh, pont mire beérkeztem a... Tehát tudnék, amikor megérkeztünk, beszéltem vele, ez volt a tényállás, hogy hívja a rendőrséget. Ott még fél órát beszélgettünk a atékkal, és mire kisétáltam a Ferihegyen a parkolóba, az most legyen egy 20 perc még, hogy szépen komótosan tudod, hív a Szilvi, hogy hát képzelem, mi történt, megjött három rendőr, a három rendőr meggyőzte a repülőtéri szolgáltatót, hogy azért három rendőrrel engedjék már be a hölgyet, hagyj nézzem el meg, ott van a GPS lokátor, hogy még mindig ott van a táska, három rendőr, tehát nem a Fort knox akarunk betörni, hanem egy anyuka kisgyerekkel, akit már egyszer és a repülőn volt, azt szeretett volna visszatérni, csak ismétlem, hogy az emberiség mennyire megérett a pusztulása, képzeljétek el, bemet és ott volt a táska, de figyelj, nem lábak alatt, nem. Ott, azon a széken, ahol tudtuk, hogy ott hagyta a nagy esél a gyerek, és elmondta a szévi 16 hogy hol van. És képzeljétek el, ez jelenti, hogy a dolgozók konkrétan bekamuszták, hogy amúgy az nem találják, mert egy rózsaszín kis gyerek táskát kell elképzelni, virít az egészre, és ez nem egy nagy repülőtér, ez akkor, mint a tárolom kb. Tehát azért túl nagy, tehát nem egy ferihegy, ahol mondjuk 15 percig csak sétálsz, és még mindig nem értél a végére, hanem ez konkrét egy három perc alatt belátható sztori a váró, érthetetlen az egész, főleg mi, hogy pontosan el lehet mondva, hogy hol van. Na, de meg lett a táska, benne minden. Aha, jó, csak haza kéne jutni. Ugye ez azért ciki, mert hát a gyereknek ugye nem volt már ruhája, például. Meg úgy ott maradt a Én meg imádkoztam, hogy csak lenne merüljön a telefonja, mert már mennyi is előfordulhat ilyenkor. Mondtam, hogy vegyen gyorsan töltőt, mit tudom én. Na hát, és akkor kiderült, hogy hát ez volt a hétfő nap. csütörtökön van következő repülő vissza az, vagy mehettünk olyat, hogy elmennek Dániába, és Dánián keresztül jönnek ide, de az is másnap indul, az végül az lett a megoldás, hogy visszamentek Velencébe, az egy óra, ott el voltak, kajáltak, vásároltak, este repül, vagy repül, vonattal indultak, 12 órás vonatút Bécsen kereszt, Bécsi átszállással, reggelre hazaértek reggel tíz körül, gyereknek nagy élmény, nyilván nagyon remélem, hogy megtanultam most már, hogy nem hagyunk el semmit, és odafigyelünk a dolgainkra, mert akkor megérte, de kezdtek egy ilyen, 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 ilyen volt, nyilván nem mondom, hogy mindig, minden a mosolyogtam, mert szét, szétütött az ideg, nagyon mérges voltam, akkor leszálltam, már mondtam a többeknek, hogy az lesz, hogy én, megyek vissza Velencébe autóval, aminek nagyon örülnék, de végül mondom, most ez lett. De ettől függetlenül, úgy kár, hogy ez megtörtént, de ettől függetlenül ajánlom Velencét, iszonyatosan jó, Nyi észel kell lenni, tehát azért nem kell mindenáron szórni a pénzt, de azért készülj fel rá, ha ide mész. Az, az, pénzes lesz. Tehát akárhogy nézem, az, az, elég komoly pénz lesz. Nagyon durván röpködnek a 10 eurók. Hú, 10, 20, 30. Múzeumi jegyek, Dózse Palota, 30 euró, vagy nem tudom mennyi. Tehát így, tyú, tyú, tyú. De, de úgy, 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 a feeling elkap. Na írd meg komment, hogy te voltál -e már Velencében, és neked milyen élményed volt, hogy tetszett. Ha tetszett, hogy dobj egy lájkot, ha szeretnéd, rólmentes környezetben pénzekről beszélgetnek, hogy gyere az IFR online pénzi csoportba én pedig megyek fogászatra, mert tegnap este kitört a fogam, tegnap egy épp ebédeltünk egy étteremben, és rántott hús, és kitört a fogam, tehát most azt meg kell csinálni, mert kezd fájni. Szép napot kívánok, sziasztok!